Nemzetközi fekvenyomó versenyt rendeztek Szlovákiában április 21-én, melyen Konrád Krisztián is részt vett. Ez egy speciális védőruha nélküli megméretetés volt, sok indulóval. Az első nyomásomat 212,5 kilóval kezdtem, ezt sikeresen teljesítettem. A második fogásom az 220 kg volt, amit ismét teljesítettem, majd 225 kilóra kértem, amit hát sajnos nem sikerült teljesíteni, de ez a eredmény is bőven elegendő volt ahhoz, hogy saját súlycsoportomat, tehát a 100 kilós súlycsoportot és junior korcsoportban indultam, tehát ezt megnyertem, és abszolútban is második helyzet lettem. Április 29-én és 30-án rendezték meg az erőemelő és fekvenyomó magyar bajnokságot a Komáromi Napok programjaként. Itt speciális fekvenyomó, guggoló, felhúzó ruhákat használtak a versenyzők. Ez az Európa-bajnokság kvalifikációs versenye volt. Itt is junior korcsoportban és a 110 kg-os súlycsoportban indultam. Az első fogásom az 280 kg volt, hát ezt elrontottam, ugyanis itt ezekben a fekvenyomó ruhákban elég nehéz nyomni, és tehát itt bizonyos beállítások, tehát több mindenen függ az, hogy egy adott súlyt tudunk-e teljesíteni. Ezután javításra kértem a 280 kg-ot, amit viszont második nyomásra sikeresen teljesítettem, majd 290-re emeltük, de ez ugyanúgy, tehát sajnos nem sikerült teljesítenem. Ez a 280 kg-os nyomás elegendő volt ahhoz, hogy a 110 kg-os junior korcsoportomat ismét megnyertem, és a abszolútban harmadik helyezést értem el. Konrád Krisztián ezzel az eredménnyel kvalifikálta magát a szlovéniai Európa-bajnokságra, melyet még ebben a hónapban rendeznek meg. Hogyha itt jól teljesítek, akkor Las Vegasban lesz egy VPC szövetségnek a világbajnoksága, amire, hogyha minden igaz, úgy néz ki, hogy sikerül összeszednünk a támogatókat és a pénzt, tehát sikeresen ki tudunk jutni, majd és remélem szép eredményeket tudok elérni. A Las Vegas-i világbajnokságot novemberben rendezik meg, de addig még részt vesz néhány nemzetközi bajnokságon, és lehet, hogy még egy országos bajnokságon is. De ezeken kívül más célja is van 2012-ben. Az idei célokban szerepelne az a 300 kg-os ruhásnyomásom, tehát ez a speciális ruhásnyomást meg szeretném csinálni, a 300 kg-ot. Hát remélem, hogy Las Vegasban ez sikerülni fog, mert az elég nagy siker lenne, tehát az, hogy juniorban, tehát 21 évesen itt 300 kilós nyomásra képes vagyok, azért az úgy gondolom, hogy elég szép, mert még annyit így hozzátéve, hogy más ezt a 300 kg-os nyomást ilyen úgymond open kategóriában, ilyen 34-40 éves korban teljesítik. Krisztián azt mondja, nagyon sokat köszönhet a szponzoroknak, nincs ez a sok jó eredmény, ha nincsenek mögötte támogatók. Szeretném kiemelni Komárom városát és Nagy Igmánd önkormányzatát. Ők segítették a felkészülésemet, de van még több támogató is, akiknek nagyon szépen köszönöm a segítségét.